Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi fülműveléses ügyi miniszter. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, rádióhallgatókat. Képviselő úr, zajlik az élet napjainkban. Nemrég itt Magyarországon került megszervezésre az EU tanácsának következő ülése, amelynek témája nem más volt, mint hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr ismertette azokat a intézkedéseket, terveket, amelyek azért születtek meg, hogy az európai gazdaságot fellendítsék. Mit tartalmaz ez a koncepció, ez a terv? Diplomáciai nagyüzem volt Budapesten az elmúlt néhány napban, és nagyon fontos akaratelhatározások születtek. Azt látni kell, hogy az Európai Unió az elmúlt években, évtizedekben folyamatosan veszített a gazdasági súlyából, versenyképességéből, ezért nagy előrelépés az, hogy most a magyar EU elnökségnek köszönhetően egyetértésre jutottak a tagállamok olyan kérdésekben, amelyeket eddig olyan nagyon nem vitattak, nem hoztak szóba. De elmúlt évtizedekben biztos amiatt is, hogy sok olyan felfogás jutott uralomra, amely inkább egy ilyen ipar utáni társadalmat képez el, egy zöldített környezetet kímélő társadalmat, gazdaságot. Hát ebben is vannak egy arany középutak, ameddig el lehet menni. Rengeteg bürokratikus előírás született. És ezeket kell rendbe tenni azért, hogy ha valaki vállalkozást indít, ha valaki termelni akar, új értéket állít elő, embereket foglalkoztat, akkor a lehető legkönnyebben tudja az elképzeléseit megvalósítani. Nagy gond az energia magas ára, Európában többszöröse a gáz, az áramára, a konkurensekének, Amerikának, a fejlődő világban lévő országokénak vagy Kínáénak. Ez szintén egy olyan dolog, ami a gazdasági fejlődést akadályozza. Tehát szerintem ezek a legfontosabb témák, amelyekről az elkövetkező időszakban majd konkrét jogszabályok kell, hogy szülessenek, hiszen máshogy nem tudunk előrébb lépni. Vannak olyan felfogások, hogy, ahogy említettem, az ilyen nehéziparra, bányászatra, energiatermelésre nincsen szükség. A fosszilis energiahordozók, szén, stb. Azok már nem olyan népszerűek, mint korábban, de egyébként a Föld további 90%-án pedig ezeket használják föl. Meg kell találni azt a környezetbarát felhasználási módot, ami lehetővé teszi azt, hogy tudjunk boldogulni, és legyen megélhetés, és legyen gazdasági fejlődés. Ugyanilyen fontos kérdés az, hogy a különböző már felhasznált anyagoknak az újra feldolgozása, az értékes alapanyagok, nyersanyagok visszanyerése is megvalósuljon. Tehát ez egy komplex gazdaság fejlesztési látásmód kell, ami a magyar kormánynak a sajátja, amit Kelet-Európában, Közép-Európában, akár a lengyeleknél, akár Szlovákiában nálunk is zsinór mértékű elfogadnak, ezért is jönnek ide cégek. Magyarországra is autógyárak, alkatrészgyárak települnek, míg egy részük egyébként Nyugat-Európából jön ide azért, mert jobbak a feltételek. De egy Európa van, és azért nekünk együtt kell megtalálnunk azt a megoldást, hogy a szabályozás, a gazdaságpolitika, az energiapolitika harmóniájának köszönhetően újra növekedjen a gazdaság, és növekedjen a foglalkoztatás is. Ez az uniós gazdaságfejlesztő, gazdaságlendítő csomag azért nagy mértékben hatással van, lesz Magyarországra is, tehát a helyi belső viszonyokra is. Hát a magyar gazdaság a világon az egyik legnyitottabb, ez így van már hosszú évtizedek óta, tehát nagy mértékben kell alapoznunk a földrajzi adottságok miatt ugye a behozott alapanyagokra, energiára, nyersanyagokra, és el is kell adnunk azt, amit megtermeltünk. Tehát ez egy előny is egyébként, hogy sok irányú kereskedelmi kapcsolataink vannak, de ugyanakkor egyfajta kiszolgáltatottság is. Tehát, hogyha az európai gazdaság motorjának tekintett Németországban rosszul mennek a dolgok, akkor annak nyilván megvan a hatása a magyar gazdaságra is. A középhatalmaknak, a németeknek, olaszoknak, franciáknak, angoloknak, hogy a fölpörög a gazdaság, az húzza a miénket is, de egyre inkább jelentős itt közép- és kelet-európa gazdasági súlya is.
hiszen itt azért a török gazdasága, a balkáni államok, Baltikum és komoly gazdasági fejlődésen ment keresztül, és nem véletlen, hogy a magyar diplomácia ezekbe az irányokba is mozog. Elég mondjuk Azerbajdzsánra gondolni, vagy Grúziára, amik a gazdasági látóhatáron már belül vannak. A kereskedelmi kapcsolataink, a tranzitútvonalak ezekbe az irányokba megnyíltak, és ez lehetőséget nyújt arra, hogy Ázsia felé is a kereskedelem növekedjen. Tehát amit megtermelünk, ott tudjuk majd eladni. Az Európai Unióban az utóbbi években központi téma volt a gazdáknak a helyzete. Az Európai Uniós és ezen belül ugye a magyar gazdáknak a helyzete és a kilátásai. Most mi a helyzet napjainkban ezzel kapcsolatban? Komoly küzdelem előtt állnak az európai termelőgazdák, ugyanis az európai mezőgazdaság egy államilag támogatott, európai szinten támogatott termelést jelent. Hozzátartozik, hogy gyakorlatilag minden állam támogatja a mezőgazdasági termelést azért, hogy az élelmiszer árakat valamilyen szinten tudja befolyásolni, lehetőleg lent tudja tartani. Nyilván mondhatjuk azt, hogy drága az élelmiszer, drága az ennivaló. Egyébként az energia árat követi. 70-80%-ban, amit elfogyasztunk ennivaló, ahhoz traktor kell, gázolaj kell, üzemanyag kell, vegyszerek kellenek, műtrágyák kellenek, energiaárakat tükröz a bekerülési költsége, a piaci ára. Tehát ebben a bonyolult összefüggés rendszerben kell stabil alapot teremteni, és a stabil alap az az állami, vagy az Európai Unió esetében az uniós agrártámogatás. Ennek a legfontosabb eleme a terület alapú támogatás, a megművelt területre adott pénzösszeget ad a unió, azért, hogy ott folyjon mezőgazdasági termelés. Most van egy olyan tendencia, ami akár rokonszenves is lehet, hogy hát ne adjunk terület alapú támogatást, kevesebb területet használjunk, kíméljük a környezetet, legfeljebb az árak kicsit magasabbak lesznek, ezt a gazdag államok meg tudják fizetni, a kevésbé gazdagok vagy a szegények nyilván nehezebben boldogulnak vele. Ez első ránézésre egy rokonszenves álláspontnak is tűnhet, de nem árt a dolgok mögé nézni, hiszen gyakran ugye a háttérbe húzódó események azok, amik befolyásolják a történéseket. Nagyon erős nyomás van most az Európai Unión, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokat kössön mondjuk a latin-amerikai államokkal, vonja be Ukrajnát a Európai Unióba, ahol rendkívül sok és jó minőségű termőföld van, tehát a unió piacára ezekről a helyekről még több élelmiszer kerülne be. Úgy is helyet lehet csinálni ennek az élelmiszermennyiségnek, hogyha a termelést csökkentem ugye az unióval, például a támogatásokat a terület alapút megszüntetem, vagy a mértékét csökkentem. A háttérben olyan befektetői körök húzódnak meg, nagy befektetők, akik mondjuk Európából a termelést már áthelyezték Latin-Amerikában, mert ott vagy Ukrajnában mások a környezetvédelmi előírások, lehet, hogy nincsenek, és olcsóbb a munkaerő, nem olyan az adófizetési fegyelem, nem ellenőrzik olyan szinten a gazdákat, a feldolgozó üzemeket, mint ahogy azt mi megszoktuk. Tehát bizonytalan minőségű, gyakran bizonytalan eredetű élelmiszer előtt nyitná meg az Európai Unió kapuit akkor, hogyha egy ilyen támogatás politika és azzal összefüggő szabadkereskedelmi megállapodások is létrejönnének. Ez nem egy egyszerű történet, nem is olyan könnyen átlátható, nem is lehet könnyen elmagyarázni így dióhéjban, de a dolognak a lényeg az, hogy van egy tendencia, hogy az Unióban, így Magyarországon is a mezőgazdasági termelést csökkenteni, akár meg is lehetne szüntetni, azzal együtt a gazda társadalmat is visszább lehetne venni, gazdák termelnek, dolgoznak, de elégedetlenek, hogyha valami nem tetszik nekik, ők mozgolódnak. Egy latin-amerikai latifundium az nem fog ugye politikai vélemény nyilvánítani, legfeljebb a háttérben motoszkál, de nem fog tüntetni Brüsszelben, nem befolyásolja a választásokat, tehát sok szempontból ez bizonyos köröknek nagyon jól jönne. Ezért is fontos az, hogy ha azt akarjuk, hogy az Európai Unióban és Magyarországon is legyen mezőgazdasági termelés, a jövőben is legyenek helyi termékek, a megszokott ízek, a megszokott ennivalók, a tájhoz illeszkedő termelési kultúra fennmaradjon, akkor nekünk elemi érdekünk az, hogy az Európai Unió akár a terület alapú, akár más támogatásokat tartsa meg. Mondhatják azt, hogy olcsóbb lesz, ahogyha a külföldről hozzuk be az ennivalót. Hát persze, addig, amíg van helyi konkurens, ha az megszűnik, utána, ahogy a cukornál is láttuk, ott már volt, hogy leépítették az Európai Uniós termelést, utána úgyis beáll egy adott szint, az adott szint pedig az, hogy a piacon mennyit fizetnek érte.
Tehát nem lenne olcsóbb a külföldön behozott ennivaló, mint egyébként, amit itt termelünk. Ráadásul van a unió területén folyó termelés, mert még egy év, hát gondoljunk bele, hogy mondjuk behozzák a húst Brazíliából, Argentínából. Acélhajón, dízelolajjal, a földgömb túloldaláról jön ide a hús. A húsnak kb. 60%-a az víz. Tehát acélhajón, gázolajjal 60%-ban vizet hozunk be. Ennek sokkal nagyobb a környezeti terhelése, mint hogyha itt neveljük fel azt a jószágot. De ez érvényes egyébként a zöldségfélékre, gyümölcsökre, legnagyobb részére, amiket távoli pontokról gyakran a repülőgéppel hoznak mondjuk virágokat Afrikából, hát el lehet képzelni, hogy milyen szinten terheli meg a környezetet. Tehát a helyi termelés még mindig a legjobb és a legkörnyezetkímélőbb, leggazdaságosabb is. Hát ez a fontos kérdés van most napirenden, és hát össze kell szedni minden erőt hozzá, hogy akár a kereskedelmi, akár a mögöttes befektetői köröknek a érdekeit vissza tudjuk szorítani a unió polgárai, a magyar emberek érdekében is, hiszen végül is az élelmiszertermelésnek a legfontosabb feladat az, hogy ellásson bennünket, az embereket, a polgárokat, a karcagiakat, a magyar embereket megfelelő, jó minőségű, egészséges, természetes ennivalóval. Tehát valahol a vita mélyén ez húzódik meg, hogy honnan jöjjön ide az élelem, és milyen minőségű legyen, milyen mennyiségben, milyen minőségben. Nem lesz könnyű hazni, én úgy látom, hogy a gazdák azok dacosak, elkötelezettek, elszántak, és van egy agrárkonzultáció is, amire szeretném külön felhívni a figyelmet, tehát ott véleményt lehet nyilvánítani ebben a kérdésben is. És képviselő úr, hogyan látja, hogy a magyar gazdák ezeket a változásokat, vagy változás kezdeményezéseket hogyan élik meg, hogyan állnak hozzá? Ugye még nem volt meg ez a konzultáció, de meg lesz, de ön szerint mi lesz a magyar gazdák véleménye? Ők milyen álláspontot fognak képviselni? Hát akikkel én találkoztam, és nem kis számú termelővel tartom a kapcsolatot, ők nekik több rossz év van a hátuk mögött, itt legalábbis a mi vidékünkön, hiszen volt egy történelmi asszály, az idejében is természeti csapások voltak, most is kellene az eső. Gondot jelentett az ukrán termékeknek a megjelenése, gondot jelent ugye a támogatási rendszernek a már a mostaninak is a bonyolultsága, és akkor ehhez képest még ugye ezek a várható rossz hírek is jöttek, tehát a gazdák, ők nem tolerálják ezt a jövőképet, hogy így fogalmazzak. Én biztos vagyok abban, hogy össze tudunk fogni, és a magyar kormány mögé tudunk egy olyan szilárd támogatást adni, amire Brüsszelben tud hivatkozni. Sőt, vannak baráti és szövetséges államok is, hiszen mondjuk Franciaország, aki az unió egyik legnagyobb termelője, ugyanezzel a problémával küzd, mint amivel Magyarország, vagy a lengyelek, vagy itt a szomszéd államok. Sajnos még mindig tart az ukrán-orosz válság a háború, és ez eddig is hatással volt hazánkra. Ön hogy látja, belátható időn belül vége lesz-e a háborúnak, és megszűnnek-e ezek a negatív hatások országunk irányába? Hát ez tragikus, ez a jelenlegi öldöklés, hiszen családok százezrei veszítették el a család fenntartó apát, a fiaikat, nem lehet látni a végét, nem lehet látni azt, hogy valamelyik fél is fölé kerekedne a másiknak. Az látszik, hogy az erőforrások végére ért Ukrajna, ezt ők is hangoztatják, és az is látszik, hogy a nyugat is kezd meginogni abban, hogy itt a végtelenség tartsa fönn ezt a jelenlegi helyzetet. Az amerikai elnökválasztás, ahol ez téma volt, már ebbe az irányba mutat. Itt a nagyhatalmaknak kell majd dűlőre jutniuk, nyilván valamennyi érintett fél részvételével, és hát én bízom abban, hogy sikerül eljutni a tűzszünetig, és utána pedig a békéig. Itt a legfontosabb az, hogy a háborúnak a negatív hatásai alól menekült válság, pusztítás mentessünk, és hát más háborúk is vannak. Tehát itt a Közel-Keleten, Jemenben, Afrikának jó néhány pontján dúl a harc. Ezek olyan
hatással vannak, hogy lefele húzzák az egész Európai Uniót, beleértve bennünket is. Tehát amikor háború van, akkor az összes erőforrás ugye oda a frontra összpontosul, a békés építkezés és a termelés helyett. És hát Magyarország az számtalanszor kinyilvánította, hogy mi a békepártján vagyunk, és ezt a véleményt, amit Orbán Viktor miniszterelnök úr már a legelején is hangoztatott, egyre többen kezdik osztani, és akik nem osztják, azok is látják, hogy a háborúból meg kell találni a kiutat, és az csak az lehet, amit a magyar miniszterelnök javasolt. Legyen béke. Legyen béke, ez egy kiváló végszó. Képviselő úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!